Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, és köszöntöm mai beszélgetésünk vendégét is, Olá László alezredes urat, akinek rengeteg titulusa van, amelyet megosztunk majd a nézőkkel, de ha megengeded, nem most az elején, hiszen a beszélgetés közben minden kiderül. Köszönöm, hogy vállaltad ezt a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget, és a címek felsorolása nem szükséges. Kiderül sok minden, hiszen rengeteg titulust tudunk a neved mellé tenni, amelyben dolgoztál és dolgozol, nem beszélve a kitüntetésekről, amelyeket el is hoztál, és én ezt nagyon köszönöm neked, hiszen nem minden nap találkozik az ember ilyen mérvű kitüntetésekkel, mint lovagrend, a magyar kultúra lovagrendje, és nemzetközi lovagrend lovagja is, úgyhogy ezekhez természetesen gratulálok, de hát idáig el kellett jutni. Egy hosszú és izgalmas pályán eljutni. De nagyon sok életet idézünk fel pont ezekben a fotelekben, de azért ritkán találkozom olyannal, aki békefenntartóként is dolgozott, és bejárta a legizgalmasabb és talán a legveszélyesebb harci gócokat is. Ide is eljutunk, de talán kezdjük ott, hogy miért is tettél te katona? Ugye utána a kérdés, mert a fiúktól, kisfiútól megkérdezett, hogy mi szeretne lenni, hát tűzoltó, rendőr, katona, ilyesmi. Nálad is ez így kezdődött? Talán nálam úgy kezdődött, hogy nagypapám buszsofőr volt, ezért hát a buszsofőrnek lenni, majd természetesen vonaton is szerettem volna dolgozni masinisztaként. Nagyon sokat dolgoztam nyári időszakokban Polgárdin, ahol felnevelkedtem a tehenészetben egy állatorvos mellett, ha persze hát én állatorvos leszek, és utána ebből lett végül is valahol az érettségit követően katonasi pálya, amelyet úgy gondolom, hogy a nagyon nagy ajándék, hogy katona lehettem, és katonaként szolgálhattam több mint 3 évtizedet a hadseregben. Megvan a fejedben az a pillanat, amikor ugye először megfordult, hogy vállalod a katonaságot? Mert azért ez egy igazán kötött, szigorú munkahely. Úgy gondolom, hogy ez egy őszinte műsor, én meg őszinte ember vagyok. Hát ez úgy indult, hogy ide jártam Székesfehérvár a gimnáziumba, amikor Kiegről jöttek toborzók, és elmondták, hogy katonai főiskolára mehetünk, és 3 napos felvételi van. Hát 3 napot távol lenni az iskolától, hát egy középiskolás diáknak, egy gimis diáknak, ez nagyon vonzó volt. Az osztályból majdnem minden fiú elmentünk felvételizni. Azt se tudtuk, hogy mi az, hogy katonásdi, végigcsináltuk a felvételit. És ebből végül is utána hamar megérett az, hogy katonásdit fogok játszani életem folyamán, bár nem katonai főiskolán kezdtem, hanem kaptam egy más lehetőséget, de végül is a hadserebe kötöttem ki. Tehát tulajdonképpen érettségi után már tudatosan a katonai pályára figyeltél, de nem katonai iskolába mentél? De a tiszthelyettes képzés az időtájt 2 éves volt, viszont ebben az időszakban a Székesfehérvári híradó ezredet felszerelték új távbeszélő és géptáviró titkosító berendezésekkel, amihez nem volt kezelő személyzet. Ezért kerestek olyan érettségizett fiatalokat, akik vállalják azt, hogy a 2 éves iskolát 11 hónap alatt elvégzik ugyanazzal a követelménnyel, hogy minél hamarabb szakembereket lehessen állítani ezek a berendezések mellé. Így kaptam én a Kiegről egy megkeresést, hogy próbáljam meg ezt, és így adatott meg, hogy én még nem voltam teljesen 19, mikor itt Székesfehérváron hivatásos törzsőmesterként kezdhettem a pályámat. Érdekelt a technika? Nem. Mégis sikerült ezt az oldalt választani. Igen, inkább a hadseregnek akkor is az emberi oldala érdekelt már az. Az az érzés, hogy katonának lenni, katonává válni, egy közösség fegyelmezett tagjának lenni, ezek mindig is vonzottak, korábban is voltak nekem erre kísérleteim, akár ifjúgárda tagként. És természetesen a technika az olyan, hogy meg kellett tanulni. Tanulása szerencsére nem volt bajom, megtanultam, de utána megadatott az, hogy váltsak a technikai vonalról, és különböző humán beosztásokban tölthettem a katonai szolgálatom nagy részét. Ez azt jelenti, hogy dolgoztál a Honvédelmi Minisztériumban, és ott mi volt a feladatod? Az utolsó 8 évemet valóban a Honvédelmi Minisztériumban töltöttem, dolgoztam a társadalmi kapcsolatok főosztályon és a média főosztályon is. Elsődlegesen a honvédelmi nevelés, hazafias nevelés ifjúság irányába történő megvalósítása volt a feladatom.
De hát ugye addig még azért sok minden történt az utolsó 8 évig, míg eljutunk. Még egy kérdés csak, hogy egy picit közelebbről megismerjünk. Ugye vagány fiú voltál, hiszen 3 napot ott lehetett hagyni az iskolát, ezt kihasználtad rögtön. Lógni lehetett, igen. Egy ilyen vagány fiú felveszi 19 évesen az egyenruhát. Mennyire tudtad ezt megszokni? Hozzá kell tenni, hogy akkor még a 80-as évek elején vagyunk, amikor egy más rendszer van még. Akkor még a lakótelepeken este 7 órakor megszólalt egy csengő, amiből tudtuk, hogy üzemképes a csengő, és hogyha ez megszólalt bármikor máskor, hajna 3 órakor, vagy délután 2 órakor, vasárnapi napon például, akkor azonnal futni kellett a laktanyába, és 18 perc múlva már a híradószlopban egyenruhába, fegyverrel a kézbe, a technikát irányítva, katonáinkat irányítva mentünk ki a harckészültség gyakorlásra. Teljesen más világ volt. Azóta egy kicsit más jelleget ölt a harckészültség, ugyanolyan fegyelmezetten, ugyanolyan szilárd rendben a ma aktív katonák is, és szerződéses katonák is őrzik a hazát, csak mások a technikai viszonyok, már nem ennyire futnak, más módon oldják meg, de ekkor ez volt a természetes. 1982-ben több mint 200 napot voltam az erdőben különböző gyakorlatokon. Fiatalemberként azért ezt is meg kellett szokni, de egy olyan jó közösségben dolgozhattam, és olyan jó célokért, hogy ezt akkor természetesnek vettem, és örültem, hogy így alakul. Tehát nem volt gond az egyenruha? Nem. Szívesen vállaltad. A békefenntartásról kell, hogy beszélgessünk egy kicsit, hiszen dolgoztál, szolgáltál, mint békefenntartó is. Hova vitt az utad, és milyen időszakban? Az első misszió már 2-szer adatott meg, hogy hosszabb időt tölthettem békefenntartó katonaként, bár jártam több békefenntartó misszióba rövid látogatások, amikor egy-egy vezető katonai szemét kísértem, tehát több helyet végiglátogattam, de valójában 2-szer voltam hosszabb időt kint. A legelső szolgálatom az a Balkánra szólított, a balkáni háborút követő békefenntartásban a magyar műszaki kontingens, amely 38 hidat épített, 20 kilométer vasutat épített, aknamentesített nagyon sok területet, templomokat, iskolákat építettünk újjá, és a puszta jelenlétünkkel is segítettük azt, hogy a Balkán országaiban azt a hatalmas indulatot, ami a személyekben benne volt még, hiszen minden családban van egy üzemképes fegyver ma is a Balkánon, hogy ezt a puszta jelenlétünkkel is egy kicsit háttérbe szorítsuk, és leginkább az volt a feladatunk, hogy segítsünk. És ez a segítség mutatkozott meg abba, hogy tényleg a helyiek nagyon hamar elfogadták, hogy mi, mint idegen nemzet katonái ott vagyunk, és szerencsére nem volt semmi konfliktusunk velük. Hol voltál pontosan? Hol volt a központ? Okucsányiban, Horvátországban volt ez a magyar műszaki kontingensnek a központja, és innen az építési feladatok okán nagyon sok más területre, egész távoli balkáni területekre is eljutottunk, ahol szükség volt a magyar katonák építésére. Hát csak az egyik legszemléletesebbet hagy emeljem ki, például a Mostári híd újjáépítését a magyar műszaki kontingens katonái végezték el, és ezt a világörökség részét képező híd újraépítéséhez hozzájárultak a katonatársaim azzal, hogy a zajló Neretvából ezeket a hatalmas kőtömböket kivették. Ott többször jártam, és büszkén láttam, hogy ott van kint egy tábla, hogy a híd újjáépítéséhez ezzel a tevékenységgel magyar katonák járultak hozzá. A második misszióm a Szarajevóba szólított, az már egy másabb jellegű, ez egy nagy nemzetközi törzsben történt, ahol is a NATO-nak személyi főtanácsadójaként a Bosnyák Védelmi Minisztériumban dolgoztam, és próbáltam segítséget nyújtani, nem csak magyar, hanem inkább NATO katonaként a NATO országok tapasztalatait beépíteni a boszniai hadsereg újjáépítésébe. Milyen nyelven kommunikáltál Horvátországban, Boszniában? Mindkét helyen az angol volt az elsődleges. A magyar műszaki kontingensben Balkánon kevesebbet kellett használnom az angol nyelvet, viszont a szarajevói szolgálat során ott a nemzetközi törzsben 14 különböző nemzet katonáival voltam együtt, és a helyiekkel is angolul kommunikáltunk. Voltak veszélyes helyzetek? Voltak, de azok természetes velejárói a békefenntartó misszióknak. Nekem szerencsére nagyon szigorúan nem adatott meg, viszont azt tudjuk, hogy az egyik alkalommal egy húsvétkor éppen a helyi
elhárítók az egyik domboldalról egy rakétavetővel fogtak el egy helyi bosnyákot, aki úgy gondolt, hogy legszebb dolog húsvétkor egy páncéltörő rakétába belőni a táborba. Szerencsére lövés előtt nem sokkal elfogták ezt a szemét, perceken múlott egy találat. Milyen az élete egy békefenntartónak mondjuk Szarajevóban? Én úgy gondolom, hogy békefenntartónak lenne az egyik legszebb dolog a világon. Amikor az ember úgy érzi, hogy hasznosat tesz. Én itthon előtte katonaként is úgy éreztem, hogy hasznosat teszek. De valójában ott kint éreztem meg azt, hogy lehet tenni és kötelességünk tenni. Amikor látja az ember, hogy nekünk tálcán adatott meg a béke, és félek, hogy ezen mi nem is nagyon tudunk élni, hiszen ennek megvan a veszélye, és a gyerekek irányába ezt szeretném én mindig elmondani, hogy a békét mi tálcán kapjuk, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell érte tenni semmit. Nagyon sok olyan generáció volt, aki elődeitől tálcán kapta meg a békét, és nem tettek érte semmit, és lássuk be, hogy nem is maradt meg ez a béke. Tehát mi itt így kaptuk ezt a csodát, nekik ez nem adatott meg. Ők háborúba nőttek fel a gyerekek, és megőrizték azt a gyermeki szellemiségüket, csak más körülmények között. És ebből egy picit kimozdítani őket, akár csak egy ajándéktárgyal, akár egy rendezvényen, akár behívni őket a Magyar Műszaki Kontingens táborába egy Mikulás ünnepségre, ezek mind olyan jót jelentettek. Vagy azt látni, amikor felépül egy fahíd, egy kis patak felett, de ez a kis patak elválasztott egy falu egyik felét a másiktól, és mikor kész volt a híd, az öreg néni átcsosszogat rajta a rokonaihoz a másik oldalra. Vagy megindulhatott, elkészült a Doboj 1-2-3 híd, és megindult a mentőautó, megindult az élelmiszerszállító autó ezeken a hidakon, azok mindig úgy érzi az ember, hogy na, ezt kell tennünk, ez egy jó dolog. Ebben az időszakban nekem az volt döbbenetes, hogy itthon Magyarországon úgy nagyon szomszédban volt a háború, de úgy mégis úgy nem foglalkoztunk vele, nem éltük meg. De ezt tapasztaltad? Mert biztos hazautaztál, és vissza Szarajevóba. Tehát érezted azt, hogy itt valahogy föl se fogják, hogy mi történik tőlünk délebre a szomszédban? Ezt nagyon röviden nem lehet elintézni, ez egy kis türelmet és megértést kérek a közönségtől, hiszen ketté kell osztani. A déli ország részben lévő emberek, akiknek áthallatszott a fegyverropogás, az aknák robbanása, nehogy Isten véletlen, vétlen, vagy nem tudjuk, hogy szándékos belövések történtek magyar területekre, szerencsére sérülések nélkül, de tudjuk, hogy repültek át lövedékek, aknák és egyéb robbanó testek, akkor a helyiek azért másként élik meg ezt. Ha jövünk följebb egy kicsit a térképen, már nem volt ennyire közel az inger küszöbhöz. Természetesen tudjuk azt, hogy háború van, követtük a híreket, de egy tévéhíradóban látott haditudósítás az valahogy nem olyan testközeli, mint mikor halljuk a fegyverropogást. Természetesen a katona kollégáim teljes készenlétben a határon szolgáltak, és szerepük volt abban, hogy a helyi konfliktus a Balkán déli irányába hatott, de hozzánk nem gyűrűzött át. Én is így éltem meg, és aztán rá néhány évre, amikor először Horvátországba mentünk, és átutaztunk egy, úgy neveztem, hogy kísértett településen, ahol kiürült házak, melynek falán lövések nyomai, vagy kilőtt házakat láttunk, akkor szembesültünk vele, és az ember gyomra úgy elszorult, ehhez képest a közvetlen a harc után mentél oda ki. Biztos, hogy még egy katonának is hathat a lelkére egy ilyen dolog. Nem meglepő, egy katonának is van lelke. Talán belém is szorult egy pici. Lényeg az, hogy valóban nagyon megdöbbentő. És talán számomra az egyik legmegdöbbentőbb az, amikor olyan házat látunk, aminek a teteje egy félig lecsapódik, és az egyik fala kidől. Ez a ház, ez általában azt mutatja, hogy az ott élőket más nemzetek katonái, vagy éppen gerillái, vagy nevezzük őket bárhogy harcoló csapatai, elüldözik az otthonából, és ő nem tud más tenni, mint hogy a szekrény tetejére feltesz egy égő gyertyát, kinyitja a gázcsapot, van 3-4 perce, hogy elhagyja a lakást, a házat, majd ezt követően feltelik a gáz, kirobban, és ekkor van az, hogy a tető félig lecsúszik, és a leggyengébb fal
az kidől, hát ezek a házak ennek a nyomai. Nekem nagyon sok ismerősöm van kint a Balkánon, részben a missziónak köszönhetően. Az egyik úr, az ő maga mesélte el, hogy ő horvát nemzetiségű, és a szerbek elüldözték őt teljes családjával a házából, és annyit tudott megtenni, hogy néhány aknát elásott saját kertjébe, hogyha már ő nem lehet, akkor majd a másikak ballagjanak már rá és robbanjanak fel. És amikor 6 év múlva visszatérhetett, nem mert bemenni a saját kertjébe, mert tudta, hogy ott vannak az aknák, nem tudta pontosan, hogy hol, és nem volt felkészülve arra, hogy ezt kitapogassa. Teljesen ember fölötti gazban a kert, és ő annyit tudott tenni, hogy jól körbekerítette, és várta, hogy majd egyszer nagyon sokára odaérnek a békefenntartók, a tűzszerészek, és hatástalanítják az ő kertjét. Nem tudom, hogy erre azóta sor került-e, hiszen bár több nemzet tűzszerészé dolgoznak kint a Balkánon, annyi robbanóanyag van még mai napig a földben, hogy az ország területének 2-3-4%-a, egyes becslések szerint 5 évvel ezelőtt még 5%-a aknamező volt, és az aknák nagy része műanyag akna, amely egyrészt nem rozsdásodik el, és nem megy tönkre, 30-40-50-100 év múlva is robbanó képes lesz, másrészt pedig a fémkereső nem mutatja ki. Ezeket az aknákat csak tűzszerészi módon 8 cm-enként 45 forkos szögbe bedugott kis keresőpálcával lehet megtalálni. Gondolom, rengeteg sztori van még, amit meg tudnál osztani velünk, de az időn kevés, úgyhogy haza kell érkeznünk, hiszen most már azért felhoznám a titulusokat. A Pákozdi Katonai Emlékpark szakmai igazgatójaként dolgozó jelenleg, illetve a Honvédség és Társadalom Baráti Körszékesfehérvári Szervezetének ifjúsági tagozatát vezetett. Hogy kerültél vissza Székesfehérvárra? Tehát ugye a békefenntartás után mi minden következett? Ha még egy percre visszatérhetek, biztos látták a nézők, hogy a kezemben tartogatok egy kis apró tárgyat. Nem attól lett ilyen szép fényes, hogy most így gyűrögettem magam előtt. Ez egy lőszerhüvely, amely Szarajevó felirattal került felvésésre, és számomra ez egyrészt a békefenntartást idézi, másrészt pedig a hadtörténelmet, és már is egy remek átkötéssel a Katonai Emlékparkba leszünk. A hadtörténelmet, hiszen az első világháborúban terjednek el ezek a lőszerből csinált kis kézügyességgel elkészített kis emléktárgyak, amelyeket a katonák hazahoztak, vagy a hazaküldtek a frontról, és tudjuk, hogy nagyon sok család birtokában van még egy-egy ilyen első vagy második világháborús lőszerhüvely. Én ezt Szarajevóból hozhattam haza, és valóban ezt idézi. Milyen fegyverből lőhették ki? Ez egy gépágyúnak a lőszerhüveje, és ezt valójában kilőtték a harcok során, és az üres hüvelyből készült el egy kis emléktárgy. Nagyon szépen köszönöm, hogy elhoztad. Én először megijedtem tőle, hiszen ha valaki találkozik lőszerhüvellyel, ilyen laikus, mint én, az egy vadászat alkalmával lehet, és az ilyen piciket, hát azért ahhoz képest ez tényleg hatalmas, el tudom képzelni, hogy milyen rombolásra képes. Igen, és ez még a kisebbek közül való. De ha már itt tartunk, mielőtt tényleg megérkeznénk Pákozra, illetve Székesfehérvárra, de a fegyverek mennyire érdekeltek a munkádon belül, hiszen azért békefenntartás, meg a híradózás nem feltétlen fegyverekről szól, de én úgy tudom, hogy azért neked van kötődésed a fegyverek iránt. Én már nagyon gyerekkoromban szerettem a fegyvereket. A parittyától kezdve, amivel soha nem tudtam bánni, mindig csak saját magamat ütöttem meg vele, de a kő soha nem repült el belőle, de nagyon lelkesen csúzlisztam, fúvócsöveztem, majd később nyilasztam a barátaimmal. Hamarosan utána az MHS lőterén találtam magam, ahol TOSZ 17-es kispuskával lőttünk, és a fegyverek tisztelete és szeretete az már ilyen fiatalkorban belém ágyazódott. Katonaként a hadseregben megadatott többször, hogy az átlag katonánál sokkal többet lőhettem, mert valahogy nagyobb érzéken volt talán hozzá, vagy szerencsém volt, és itt Székesfehérváron Kárpáti Miklós honvéd alezredes úr segítségével több hadseregbajnokságon szerepelhettem pisztoly és géppisztoly számokba, tehát tényleg hozzánőttem a fegyveremhez, és jó volt. A nehéz kérdés ilyenkor, ha emberre kellett volna lőnöd az életedben? Ez nagyon nehéz kérdés, és nem is lehet rá válaszolni.
egy picit nem kitérni a válasz alól, csak inkább megmagyarázni. Ezt nem lehet előre erre felkészülni. Nagyon sok pszichológiai vizsgálat készült azzal kapcsolatosan, hogy hogy lehet egy misszióra felkészülni hatékonyan, hogy lehet egy éles helyzetre felkészíteni a katonákat hatékonyan, hogy az az úgynevezett háború stressz, ami nagyon komoly veszteséget tud okozni egy-egy hadseregen belül, az ne legyen olyan meghatározó, hiszen tudjuk, hogy egy háború stressz, amit leginkább egy gyalogsági támadás előtti időszak, amikor a lövészárokban vagy a fedezékben a katona térdel, guggol és vár, és fölötte zúgnak el az ágyú tűznek a lövedékei, és várja, hogy amikor az elcsitul, akkor utána ki kell ugrani az árokból és rohanni előre az ellenség felé, hogy ebben az időszakban a katonák nagyon meghatározó számú kézremegés, rosszul lét, bevizelés, és annak a súlyosabb esete is. Előfordul az, hogy kiugrik az árokból, és anyukáját szólongatva bármerre is elkezd futni, tehát annak ellenére, hogy ő nem kap fizikai sérülést, olyan mentális hatás éri, amitől a harc értékét ő elveszíti. Nagyon magas, 15-20-25%-ban fejezhető ki ez az arány, és hogy ne legyen ilyen magas, ezért fel kell készíteni erre a katonákat. De hogy lehet felkészíteni? Na, ez örök kérdése a katonapszichológiának, hogy lehet ez hatékony. Csináltak Szentendrén olyan kísérleti helyek színeket, hogy alagútba hangszórókból szól a robbanás, paradicsomléfröcskön, mintha vér lenne, jajgatás, hang, és a katonának azon kell végigmenni. Kimutatható ennek a segítő hatása, de tudjuk, hogy ez nem igazi. A misszióra való felkészülés során éreztem én azt, megértettem meg azt, hogy aki oda jött nagy pofával, hogy ó, kimegyünk, milyen jó lesz, az lehet, hogy ott kint érzi meg, hogy úristen, távol a családtól, ellenséges környezetben, nem jó szívvel fogadnak bennünket, bármikor érhet bennünket bármi, és ez olyan negatívan hat rá, hogy az a nagy lelkesedés az bizony félelembe csapált. De volt olyan kollégám, aki tényleg kis félénk visszahúzódó katonaként, kint pedig kiteljesedett, mert megérezte azt, hogy egy jót tesz, és itt nem lehet félni. Nekem szerencsém volt, mert én a középmezőnyhöz tartozom, a megfelelő veszélyérzet úgy gondolom, hogy mindig is bennem volt, mert ennélkül nem lehet. Tehát felelőtlenül, veszélyérzet nélkül nem szabad ilyen helyen tevékenykedni, viszont ez soha nem blokkolt le. És hál' Istennek. És hogy mi lett volna, ha nekem fegyvert kell használni? Nem tudom. Ezt csak az adott pillanatban lehet. Erre nem lehet felkészülni. Élvezett a beszélgetés vele, tényleg nagyon sokat tudnám folytatni, de sajnos rá kell térnünk tényleg a jelenre, hiszen fogy az idő, és muszáj beszélnünk arról a munkáról, amit azt hiszem, hogy egy nagyon szép része a katonai életnek, amelyet valójában most végzel. Nekem 2010-ben sajnos véget ért az aktív katonai szolgálatom. Én már előtte is a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezet tagjaként tevékenykedtem mind az itthoni hazafias honvédelmi nevelésben, mind pedig a katonai emlékpark élettel való megtöltésében, és amikor nyugállományba kényszerültem, azt követően már másnaptól én ott tudok tevékenykedni Pákozdon, és segíthetem azt az ott folyó szakmai munkát, az iskolai csoportok látogatását, a családok látogatását, az idősebb csoportok fogadását, részükre a pedagógiai programok kidolgozását, a módszertani ajánlások elkészítését, a munkatársak tartalmi és módszertani felkészítését. Élvezem és szeretem. Mi a tapasztalatod, a fiatalok mennyire érdeklődnek a katonaság iránt? Megint nem tudok röviden válaszolni, de hát ezért fog eltenni a műsoridőnk. Nagyon nehezen tudom én ezt kívülállóként mérni, hiszen én elsődlegesen azokkal a fiatalokkal találkozom, akik vagy egy általunk szervezett hadtörténelmi, honvédelmi jellegű programra érkeznek, akkor ők értelemszerűen az átlag érdeklődő szint fölöttiek. Vagy azt nézem, hogy akik maguktól jönnek ki a katonai emlékparkba, ők is miért nem mennek egy közlekedési múzeumban, miért hozzánk jönnek, mert ez érdekli őket. Tehát egy kicsit torzít az a kép, amit mi egyenesbe direktbe látunk, de szerencsére azért vannak olyan kapaszkodóink, mutatóink, mint például a Hazafiság Iskolája Pedagógiai Program, ahol nem a diák választja, hogy hozzánk jön-e, hanem az iskola, az egész iskolát kivezényli hozzánk egy-egy tanítási napra, és azt kell mondjam, hogy a fiatalokat, hogyha jó módszerrel
szólítjuk meg, bizony érdekli őket. És erre építettük fel a programjainkat úgynevezett élménypedagógia szintjén, arra törekszünk, hogy bemutassuk nekik a hadtörténelmet, de tegyük ezt a tankönyvből kilépve élményszerű, hatékony módszerekkel. És hogy mennyire elhivatott vagy ezen a területen, igazolja a Vörösmarty Rádióban működő Ez itt az Én Hazám című sorozat, amelynek gyakorlatilag társszerkesztőjeként dolgozunk együtt, és ezt itt is köszönöm neked. Én köszönöm. Beszélgetnünk kell majd még, ezt látom, hiszen nem tudtunk végigérni. Egyetlen egy utolsó kérdés. Mennyire vagy katona otthon? Erről a családtagokat kéne megkérdezni. Nem tudom levetközni magamból a múltat, és nem is szeretném. Ha 8 óra 12 perckor kell elindulni, akkor 8 óra 12 perckor menetkészen ott állok. Sokszor csináltam, akár még családtagokkal is, meg kisebb csemetéke unokákkal, hogy időre, versenyre öltözünk fel. De lényeg az, hogy készüljünk el, és tudjunk elindulni. De úgy gondolom, hogy ez nem lépi át azt a szintet, hiszen egy családnak azért csak megvan a napi rutinja, megvan a maga fegyelmezettsége. Az én családom is nagyon szép család, nagyon aranyos, két szép gyermekem és öt unokám, és mindegyik tudja, hogy a papa katona volt, de ez nem hátrány, hanem inkább úgy gondolom, hogy büszkék rá. És a napi életbe, ha megyünk valahova, akkor el tudunk indulni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Kedves nézőink, a műsorban Olá László volt a vendégünk. Köszönöm az önök figyelmét. Viszontlátásra!